Hírek 8-kor az ATV-n, jó reggelt kívánok! Terrorveszély esetén is lehetőség lenne a magyar katonák bevetésére, ha elfogadják a Honvédelmi Minisztérium javaslatát, írja a Magyar Idők. A változtatáshoz az alaptörvényt is módosítani kellene, így a kormánynak szüksége van a témában az ellenzék támogatására is. Az alaptörvény jelenleg 5 esetben engedi meg a katonák bevetését, ezek a veszélyhelyzet, a váratlan támadás, a megelőző védelmi helyzet, a rendkívüli és a szükségállapot. Budapestre érkezik ma a brit kormányfő. Sajtóhírek szerint David Cameron valószínűleg saját választóinak azt akarja üzenni a villámlátogatással, hogy tud támogatókat szerezni a London által sürgetett uniós reformok megvalósításához. Emellett Magyarország szempontjából a legfontosabb téma lehet az Angliában dolgozó külföldiek szociális ellátásainak tervezett csökkentése is. Valószínűleg az ezzel kapcsolatos közös álláspontról egyeztethetett tegnap Orbán Viktor Jaroszláv Kaczynszkivel is Lengyelországban. Tegnap már lögdösődésig fajult az oszlopháború. Ezúttal a Bartók Béla úton próbáltak elvinni egy hirdető oszlopot. A Mahír által felbérelt őrök azonban ezt nem hagyták. A lögdösődést több rendőr is végignézte, de nem avatkoztak közbe. A Mahír ügyvédje azt mondta, hogy a város szerte az oszlopokat védő biztonsági őröket a rendőrök folyamatosan igazoltatják. Egyiküket pedig tegnap este bevitték a 9. kerületi kapitányságra, és a Mahír által megbízott őrzővédő cég telephelyén is megjelentek a rendőrök. Igazából ez a hivatali visszaélést is megvalósíthatja, hogyha valaki visszaél a hivatali hatalmával, és azért tart ellenőrzést, hogy valakit zaklasson, vagy megfélemlítsen. Még feltételezni sem merem, hogy ezt azért teszi a rendőrség, vagy a rendőrség bármelyik képviselője, mert valami központi utasítás arra kérte volna őket, hogy félemlítsék meg azokat a biztonsági embereket, akik elvállalják az oszlopok őrzését. Elmaradhat idén a közmunkás béremelés, legalábbis ezt írja a Magyar Nemzet. A kormány a korábbi években már decemberben döntött a következő évi emelésről. Ez azonban most nem történt meg. Emiatt könnyen elképzelhető a lap szerint, hogy marad a nettó kevesebb, mint 52 ezer forintos kereset. A közmunkások számát egyébként idén tovább akarja növelni a kormány, miközben 2013 óta már így is 7-szer többen végeznek közmunkát. Minden veszélyes hulladékot elszállítottak ugyan az illatos útról, de a kármentesítésről nem született még döntés. A szakértők szerint a budapesti vegyi művek telephelyén több méter mélyen talajcserére lenne szüksége a környezetszennyezés teljes felszámolásához. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott nem sokkal ezelőtt a startban továbbra sem tudta megmondani, hogy mikor történik meg a teljes kármentesítés. Szerinte a legfontosabb, hogy a közvetlen veszély elmúlt. Tényfeltárás időszaka következik, magyarul eltűntek onnan a szennyező anyagok, és most meg kell nézni, hogy egyébként mi maradt. Tehát 140 év alatt mi került a földbe, mik maradtak azokban a zárt rendszerekben, azokban a csövekben. A brit kormányfő látogatása miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be a TEK, és ez érinti a közlekedést is. Ahol a konvoj elhaladott, leállítják a forgalmat, időszakosan lezárják az M3-as bevezetőjének egy részét, de lezárások lesznek a Kóskároly sétánytól az Andrássy úton át az Alagútig tartó útvonalon is, és időszakosan lezárják a Kossuth teret. Parkolni már tegnap este óta nem lehet több belvárosi utcában. A tiltott helyen álló autókat elszállítják. Helyenként több mint 20 cm-nyi hó esett ma reggelig a déli délnyugati megyékben, de Észak-Dunántúlon is havazott. A vasúti közlekedésben ma reggel késésekkel kell számolni 5 Somogy megyei vonalon, ahol az ónos eső miatt fák dőltek a vasúti pályára. Ugyancsak Somogy megyében a hó és a csúszás veszély miatt korlátozták a 7,5 tonnánál nagyobb járművek közlekedését is. Ma napközben nyugat felől várhatóan megszűnik a havazás. Ráadásul a pozitív hőmérséklet mellett olvadás is kezdődik. Ennek ellenére a havazás, illetve a hófúvás veszélye miatt még mára is több megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dél-Dunántúlon, Baranyában és Tolna keleti felén, ahol most még ónos eső esik, a következő órákban havazás várható. Ezek voltak a hírek ma reggel az ATV-n, de maradjanak, mert folytatódik a Start Bombera Krisztinával. Szervusz Kriszta, kiket hívtatok, milyen témákat tartogattok a Start utolsó harmadára? Mindjárt itt van Somos Andris is, ő az UTE baráti kör elnökével, Borsa Gáborral és Pánka Gyulával fog beszélgetni. Én pedig Kálmán C. György irodalomtörténésszel, publicistával, kritikussal, aki azt mondja, hogy szerinte fontos, hogy az emberek figyeljenek a politika, úgymond
verbális termékeire, arra, hogy mit mondanak hazánk nagyjai. És ha minden igaz, akkor nem sokára Banai Péterben ő államháztartásért felelős államtitkárral tudok beszélgetni. Ez lesz tehát a startban, a következő etapban. Én további kellemes televíziózást, jó napot kívánok, híradóval legközelebb este a szokott időben Sárosdi Eszter várja majd önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!